Krisztus hét szava a kereszten első fájl. 1. Georger, Brinke, Krisztus hét, szavaha, kereszten. 2. Bevezetés, Krisztus hét szavaha kereszten, Lukács 23,33-49. Érdemes foglalkoznunk ezzel a témával, akiről szó van, az az Isten 2,5191-ezred. De hogy szenvedhetett az Isten, úgy, hogy fiában emberré lett, ilyen 1,142-ezred. Fil 2,83-század, ha a hét szót a Biblia sorrendjében veszem, akkor Máténál kezdem, de hamar rájövünk arra, hogy a Szentírásban elsőnek említett én Istenem, miért hagytál el engem nem az első, hanem a negyedik szava az Úr Jézusnak. Máté és Márk csak ezt a negyedik szót említik, mert ők egyenesen a szenvedés közepébe viszik az olvasót, hívő szemmel nézve a negyedik szóé az elsőbség, s így én is ezt veszem elsőnek. 1. Én Istenem, miért hagytál el engem? Zsolt 22,24-század, MT 27,465-ezred, MK 15,346-ezred a vezeklés szava, mert kiérezni belőle a szenvedést, melyet bűneinkért vállalt a kereszten. Az Úr Jézus kijelentése alapigasság az Isten üttervében, amelyet ember megérteni képtelen. A harc, mely e szóban rejlik, forró volt, melegebb, mint Nabukodonozor kemencéje. Jézusnak azonban nem volt segítője és pártfogója. Itt is látjuk, hogy az Úr Jézus földre jövetele teljesen értünk való áldozat volt. Krisztus negyedik szava az egyedüli, melyet két evangélista említ. A többi hatról csak egy-egy evangélista beszél, tartalma a többi fölé helyezi. E szó érinti az ember Isten előtti bűnösségét, melyből az Úr a kereszten megváltást szerzett. Ez az egyetlen a hét közül, mely ószövetségi idézet. Zsolt 22,2. Amikor az Úr ajka a kereszten kiejtette e szót, akkor volt szenvedéseinek a legmélyebb pontján, ekkor itta ki a keserű pohár utolsó cseppjét. Ekkor ment a mélybe a bűnösöknek Istentől való elhagyatottságába. Ekkor helyezte Isten bűnünket őre á 2 Kor 5,217-ezred. E felkiáltás megrendítette a hallgatókat, mert ők is megérezték a hangból az egyedül lét fájdalmát. Ezért sietett közülük egy oda és kínálta meg ecettel, MT 27,48-század. E 3 órában testében hordta bűneinket. Közvetlen ezek után ismét világosság lett, a kárpita szentélyben ketté hasadt, és az út szabad volt Isten felé, Zsitt 10,228-ezred. A bűn fogjait fogjaivá tette, mert a pokol és a halál kulcsai a kezében voltak. 2. Atyám, bocsásd meg nékik, LK 23,349-ezred. A következő ige bibliai sorrendben Krisztus engesztelő halála bűnbocsánatot hozott mindenki számára, áldozata által szerzett bűnbocsánatot, mert vér nélkül nincs bűnbocsánat. E felkiáltás kegyelem mindenki számára. A kereszten Jézus első gondolata az volt, hogy imádkozzon azokért, akik őt keresztre feszítették. 1.2 Kor 5:19, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. 2. Ilyen 1.14, és az íge testté lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. 3. Fil 2.8, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. 4. Zsolt 22.2. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. 5. MT 27.46. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiállta Jézus, mondván: Eli, Eli, lama sabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagyál el engemet? 6. MK 15.34 és 9 órakor fennszóval kiállta Jézus, mondván: Eloi, Eloi, lamma sabaktáni, ami megmagyarázva annyi, mint: én Istenem, miért hagyál el engemet? 7.2 Kor 5:21, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 8. Zsid
10.22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. 9.23.34. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit vetének reájok sorsot. 3.3. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. LK 23.43. Ebben az igében látjuk az Úr irgalmasságát a latorral szemben. A kiengesztelés és a bűnbánat folytán a lator is méltó volt a paradicsomra. Nagy volt a lator világossága, lelki szemével évezredekkel előre látott s látta, mikor a mellette haldokló Jézus ismét eljön és uralkodik-e világon, mely országnak ő is polgára akart lenni. A kegyelem felülmúlt a kérését a kijelentésben, ma velem leszel a paradicsomban. Kijelentés ez, de egyben vigasztalás mindnyájunk számára, mert tudtul adja a hívőnek a halál utáni tartózkodását. Fil 1.21.24.4. Asszony, imhol a te fiad, imhol a te anyád. Jn 19.26.27. E szavak a benne lévő szülői szeretetről tanúskodnak. Miután az üdvösség kérdése mindenki számára elkészült, Jézus a családi problémák felé fordul. Jézus édesanyjáról gondoskodik, akit János ezórától kezdve magához fogad. A fiú a kellő pillanatban gondoskodott édesanyjáról. Minek lássa az édesanya azt a sok kint és fájdalmat, ami most következik, a 3 órás kimondhatatlan kínokat, a sötétséget, a halált és a dárdadöfést az oldalába. Milyen kedves és szeretetteljes gondolat ez az Úrtól, aki bár elviselte a legnagyobb szenvedést, de az anyja előtt ezt titkolni akarta. 5. Szomjúhozom, ilyen 19.281. Személyes szenvedése, szomjúsága és kívánsága az utolsó helyet foglalja el. E szó szomjúhozom jellemző János evangéliumára és a jelenések könyvére, mert mind a kettőben sokszor van szó a szomjúságról és az életvizéről. A lelkek utáni szomjúság csak a fájdalom kiáltás után. Én Istenem, miért hagytál el engem, volt hallható. 6. Elvégeztetett, ilyen 19.302. Ismét egy Jánosra jellemző szó, ilyen 17.43. E szó, szó volt a pecsét elvégzett munkájára. Elvégezte azt a munkát, amit így jellemzett. Nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai. LK 2.49. 7. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. LK 23.46. Jézus utolsó kiáltása. Jézusnak a kereszten mondott 7 szavában kétszer fordul elő. Atyám az elsőben és az utolsóban, és kétszer Istenem a középsőben. Jézus tökéletes munkája az Atyát dicsőítette. A munkát, melyet az Atya rábízott, ezekkel a szavakkal fejezte be. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, s ezzel lelkét az Atya kezébe tette. 1. Atyám, bocsásd meg nékik. Lukács 23.34. Krisztus 7 szava mindig kedves elmélkedés volt azoknak, akik őt szeretik. Van ebben valami érthető, mert sehol sem áradt szeretete úgy felénk, mint éppen a keresztről, ahol helyettünk szenvedett. A kereszten a megsebzett sziklából örök élet forrása folyik felénk. E szóban Jézus bizonyságot tesz Isten fiúságáról, mert Isten Atyámnak szólítja. Ez a megszólítás határozta meg egész életét. MT 11.25.264. Ilyen 11.415. LK 22.426. S a kereszten való viselkedését. A szégyenteljes kereszt sem tudta a fiú. 1. Ilyen 19.28. Ezután tudván Jézus, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta, szomjúhozom. 2. Ilyen 19.30. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsátá lelkét. 3. Ilyen 17.4. Én dicsőítettelek téged e földön. Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. 4. MT 11.26. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. 5. Ilyen
11.41 elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre és monda, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. 6.LK 22.42 mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. 4. Vallomását megváltoztatni, vagy az Atya iránti bizalmát megrendíteni. Tegyen a Szentlélek minket is képessé arra, hogy Abbát té, azaz Atyám, ad kiáltsunk az élet nehéz pillanataiban. E szóban Jézus másokért imádkozik. Mi is imádkozunk másokért, de Jézusnak ez volt és ez ma is az önkéntes vállalkozása, nagy eredményeket ér el az, aki mögött. Az áll, aki az ég és föld urát Atyának nevezi MT 11.251.000, azt, akinek az Atya minden hatalmat megadott, JN 17.22 század, és akit minden időben meghallgat, JN 11.423 ezred. Jézus könyörgött. Az övéért, JN 17.114 ezred. Barátaiért Lázár sírjánál, JN 11.415 ezred. A gonosztevőkért, ellenségeiért, és a 53.126 ezred. Az imádságban bűnbocsánatért esedezik másokért. A haldokló emberfia megbocsátást kér ellenségeinek, mert a szeretet legnagyobb cselekedete a megbocsátás. Jézus akkor fohászkodott az Atyához, mikor keresztre feszítették, amikor a test súlya fájó, sajgó sebeket szakított húsába. Ehhez járult még a csúfolódás és a gúnyolódás. E sok fájdalom között mégis tudott imádkozni másokért. Ha mennybe menetelkor imádkozott volna így, akkor e szavaknak nem lett volna ilyen nagy jelentősége, mert nem tudják, mit cselekszenek. A tudatlanságot enyhítő körülménynek tekintette, ez a tudatlanság nyitva hagyta az utat a menedékvárosba, 4 Mózes 35, amelybe mindenki menekülhetett, ha nem gyilkolt tudatosan. Ez volt az egyetlen mentség, melyet Jézus számukra felhozhatott. Jézus itt saját példája szerint cselekedett, LK 13.6-9. Még egyszer gondjaiba veszi a fát, hogy gyümölcsöt teremjen. Péter pünköstkor a zsidókat vádolja azzal, hogy meggyilkolták Jézust, de hozzáteszi, hogy ezt tudatlanságból tették, Csel 3.1. Hasonlóképpen szólt Pál is, egykor 2.8. Csel 17.30, hogy meg nem tért állapotában tudatlanságban cselekedett. 1 Tim 1.13. Milyen összehasonlíthatatlanul nagy a különbség Jézus és ellenségei között. A szenvedő, a megcsúfolt, a meggyötört, az ellenség tudatlanságát hozza fel. Mentségül enyhítő körülményként bűneiért. Valószínűleg István is ebből tanult. Abcsel 7.59. Jézus könyörgése meghallgatásra talált. Észre lehetette venni az, ki ma meghallgatást. A bűnbánat és a megtérés jeleik nem voltak láthatók, sőt, ellenkezőleg tovább folyt a gúnyolódás. Az ima meghallgatást nem abban kell keresni, ami megtörtént, hanem abban, ami nem, vagy ami még nem történt meg. Ha Isten erre a cselekedetre az ő hatalma szerint adott volna választ, akkor haragja lesújtott volna az ellenségre, 4 Mózes 21.4, 4 Mózes 16.32. 2 Kir 1.10, 12. Ez azonban nem következett be, s ez az ima meghallgatás következménye. Erre a könyörgésre vezethető vissza a pünköstkor megtért nagy sokaság és a papok, akik a keresztre feszítésnél is ott voltak. Nem szép eredménye ez az ima meghallgatásnak. Legyünk mi is ilyen kitartók a könyörgésben. Az és 53.12. ígért ígéret beteljesedett. Ezáltal e profécia nagyobb hitelt kapott. Krisztus és minden, ami vele történt, azt igazolja, hogy Isten nem hazudott. Benne az összes ígéretek, igenek és ámenek. Krisztus e szóban igazolta tanítását, MT 5.447 ezred. E szavakkal tanított, és megmutatta a legjobb utat. Ő volt valóban a szeretet hírnöke, egykor 12.311 ezred. A 1 MT. 11.25 abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek,
Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől és a kisdedeknek megjelentetted. 2 Jén 17:2 Amiként te hatalmat adtál nékik minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. 3 Jén 11:42 Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért. Mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. 4 Jén 17:11 És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. 5 Jén 11:41 Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. 6 és 53:12 Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta és a bűnösök közé számláltatott. Pedig ő sokak bűnét hordozá és a bűnösökért imádkozott. 7 Mt. 5:44 Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. 5. Szeretett tanítását cselekedeteivel igazolta, különösen a keresztfán. Jézusnál nem volt különbség a tanítás és a gyakorlat között. 2. Ma velem leszel a paradicsomban. Lukács 23:43 század. Körülbelül 700 évvel előbb Ésaiás próféta megjövendőlte, hogy Jézus a bűnösök közé számláltatik, és a 53,122 ezred eljövendőlés teljesedett be a Golgotán. Bátran mondhatjuk, hogy azóta sokan tértek meg el a tor hite alapján, a keresztre tekintve, látjuk Jézus imájának első eredményét. Még mindig az első szó hatása alatt állunk. Alig hangzott el, Atyám bocsásd meg nékik, s már is halljuk, hogy a lator imádkozik. LK 23,43 század, a gyilkosban történt hirtelen változás határozottan Jézus imádságának. Az eredménye, az Atya meghallgatta fia kérését és megnyitotta a lator szívét. Ő is egy volt azok közül, akik nem tudták, mit cselekedtek, az Úr csendes magaviselete gondolkodásra késztette őt. A kereszten látjuk helyettesünket, az Úrban és a latorban egyenként helyetteseinket látjuk. Az Úr miattunk bűnösök miatt került ítélet alá, s a lator bennünket bűnösöket képvisel. Ha tudni akarjuk cselekedeteink értékét, elég, ha a kereszten Jézusra tekintünk, aki azért halt meg értünk, hogy bűneink büntetését magára vegye. A kereszten látjuk az utat Isten felé. Én vagyok az út, mondta egykor önmagáról, és ez az út most nyitva állt a lator előtt. Ez az út a latort Istenhez vezette. De hogy jutott el idáig? A bűnbánat által. Mert őszintén bevallotta, mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltó büntetését vesszük. A latore bűnvallásban elismerte bűnei nagyságát. B. Az Úrban való hit által. Uram, emlékezzél meg rólam, kérte az Urat. Ebben érezni, hogy nem volt számára már más menekvés, mint az Úr. Hitt abban, hogy aki mellette függ a kereszten, az Isten előtt befedi. C. Jézus szavaiban való hit által. Az Úr kijelentését. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, kész-ténynek vettes ezért üdvözült. Előttünk áll egy példaszerű megtérés. Ez legyen szemünk előtt, ha lelkeket mentünk a kereszten. Látjuk Krisztust, a megmentőt, Zsip 7,253 ezred, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, LK 19,10 század. Sok embert megmentett más, most elatort menti meg a kereszten. Számára senki sem csekély, hisz a bűnösökért halt meg, s bűneinket testében vitte fel a fára. Meggyőzően látjuk ez esetben szeretetét és megváltó hatalmát. A gúnyt és csúfot figyelmen kívül hagyta, nem felelt rá, de egy bűnösnek a kiáltására azonnal megnyílt a szíve és megmentette őt. Mindenkinek örül, aki hozzájön. A kereszten látjuk a lator világosságát. Egy időpont sem volt alkalmatlanabb Jézusban hinni, mint éppen mikor a kereszten függött.
Ha a Lator Lázár feltámadásánál hisz az Úrban, mikor sokan hittek benne, nem csodálkoznánk. De most hisz Jézusban, mikor? Jézus mindenkitől megvetve haldoklik a keresztfán. Mikor már senki sem figyelmezteti őt arra, hogy higgyen. Mikor nem hall hitről szóló prédikációt és mindezek ellenére felismerte Jézust és hitt benne. Hitt a halál utáni ítéletben, az Isten sem féledé. Bűnei sokaságában, mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltó büntetését. Vesszük, 1-1-kor, 12-31 igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kivált képen való útat mutatok néktek. 2 és 53-12 azért részt osztok néki a nagyokkal és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta és a bűnösök közé számláltatott. Pedig ő sokak bűnét hordozá és a bűnösökért imádkozott. 3 Zsid 7-25 ennek okáért ő mindenképpen üdvözíthetik is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert minden ha él, hogy esedezzék érettök. 6. Jézus ártatlanságában, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Jézus Isten fiúságában, mert urának nevezi Jézust. Jézus eljövendő királyságában, ha eljössz a te országodban, gyermekien hitt Jézusban, semmit sem tudott felmutatni, sem jó cselekedetet, csak rosszat, sem jámborságot, áldozatot vagy jóra való törekvést. Hitt abban, hogy a hit elég az üdvösséghez, hogy az érte járó váltságdíjat most fizeti ki érte Jézus. Hitt az Úrban, mint személyes megváltójában. A keresztre tekintve látjuk a megmentés feletti örömöt. Ha a Latornak a hit békét és örömet jelentett, bűnvallása az Úrnak szerzett örömöt. Jó leső érzés volt az Úrnak a Lator megtérése és bizonyságtétele. E Lator, mint Nikodémus hitte kijelentésben. Bizony, minthogy a tanítványok hite csődöt mondott, mert szétszélettek a Latornak-e hite kétszeresen. Jól esett az Úrnak s bizonyságtevése boldoggá tette őt. Elismerte, hogy Jézus az Isten fia, megcáfolta a tömeget, a főembereket, a másik Latort és e kijelentésével. Ez pedig semmi méltatlant nem cselekedett, beismerte, hogy a bizonyságtevés a bizonyságtevőt boldoggá teszi. Róm 10. A kereszten látjuk a hit teljesedését, még a keresztem függött, mikor érezte hitének gyümölcsét, az üdvösséget, az ígért paradicsom nyitva állt előtte. Itt adja tudtunkra az Úr, hogy hol van a lélek, míg a test a sírban pihen, nem tudatlan állapotban, hanem nála. Abcsel 7,591 ezred, Fil 1,212 ezred, kimondhatatlanul nagy a kegyelem, mely által olyan emberek, mint a Lator, te vagy én egy összehasonlíthatatlan dicsőségben és közösségben élhetünk Jézussal, Isten fiával örökkön örökké. 3. Asszonyim, hol a te fiad? János 19,26. A bánattól mélyen lesújtva állt Mária a kereszt alatt, ő az áldott az asszonyok között, úgy érzi magát, mint a Moab mezejéről hazatért Naomi, aki így szólt. Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható Rut 1,20. Mára keserűséget jelent, Máriának is kijutott a keserű pohárból. Nem érezte el lelkében a szegeket, mint mély sebeket, és az Úr meggyalázása nem jelentett pokoli kínokat számára, sajnos nem tudta fedezni szerelmes fiát, mint Rispa 2 Sám 21,1-10, és mégis bátran áll a kereszt alatt, mert bízik fia ígéreteiben MT 20,17-19. Menjünk lélekben a Golgotára, ahol különféle csoportokat találunk. Először az írástudókkal és a főpapokkal találkozunk, akik gúnyolódásukkal mások fájdalmába tapostak. Nem messze tőlük voltak a katonák, akik minden részvét nélkül osztották szét az Úr Jézus ruháit. Egész egyedül állt egy római százados, aki Jézust figyelte a kereszten. Egy másik csoportban van Mária, Jézus anyja, aki a legközelebb állt a szenvedőhöz nagy gyászban és szomorúságban. A vesztőhelyre nem szoktak menni asszonyok, de hova nem megy egy édesanya fiáért, sok édesanyai szívtört már összegyermekei bűnös élete miatt. Mária itt áll fia keresztje alatt, aki mindig
Alázatos volt LK 2,51 század. Rómait keresztre feszíteni tiltva volt és átkot jelentett egy. Izraelitának 5 Mósz 21,25 század. Ezt a borzalmas megaláztatást senki sem tudta úgy átérezni, mint éppen ő. Jó leső érzés volt az Úrnak ez a kis csoport a kereszt alatt. Annak ellenére, hogy az Úr várta a keresztet, a tanítványok viselkedése nagy fájdalmat jelentett számára. Fájt, hogy a tanítványok Gecsemánéban elaludtak. MK 14,37 század. Mindenki megbotránkozott benne és szégyelték őt. MT 26,31 század 56. Csak János tért vissza és csatlakozott a három asszonyhoz. Emeljük meg kalapunkat ezek előtt, akik az utolsók a keresztnél és elsők a sírnál. Érdemes volt végig ott maradni, mert Mária ezáltal nyert új gondviselőt, Jánost pedig itt érte a nagy megtiszteltetés. Egy abcsel. 7:59 megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. 2 Fil. 1:21 mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. 7. Az Úr engedelmes volt a haláláig a törvény szerint is. 2 Mósz 20,12 század. F 6,12. A szülői tisztelet több, mint az engedelmesség. Mikor Jézus haldoklott édesanyjára, gondolt és ezáltal nyilvánvalóvá vált jellemének, egyéniségének nagysága. Sok csodát tett titokban, de az édesanyjára nyíltan gondolt, és miközben minden idők legnagyobb művét viszi véghez, nem feledkezik meg fiúi kötelességéről sem. Dávid, annak idején, amikor ő maga a legnagyobb nyomorúságban volt, elsősorban szüleit látta el. 1 Sám 22,3. Fontos prédikálni erről a kereszten elhangzott kijelentésről, mert a gyermekek sokszor engedetlenek, nem törődnek szüleikkel, nem írnak nekik, nem látogatják őket, és főleg, mert nem gondoskodnak róluk. Sokan azt vélik, hogy elég, ha a szülőket addig segítik, míg meg nem házasodtak, s ezzel lerótták minden kötelességüket. Jézus élete után is gondoskodott anyjáról. A simeoni jövendőlés beteljesedett. LK 2,34 század 351. A legnagyobb kiváltságok legtöbbször a legnagyobb áldozatokkal vannak egybekötve. Mária a legkiválóbb asszony volt az asszonyok között, de a legeslegjobban megalázott is. Itt biztosan Simeon szavára gondolt, mert a kereszt alatt tényleg törfúrta át szívét. Az ő fia, akinek születését angyal Gábriel jövendőlte meg, és aki anyai szeretetével átkarolt, a megvetettek fáján függ. A barátok kételkedni kezdtek benne, a tanítványok elhagyták, nemzete megvetette, de ő kitart mellette tőrrel a szívében. Szóljunk egy pár szót Jézus hagyatékáról is. Az előbb Balatornak adta azt az ígéretet, hogy vele lesz a paradicsomban. Most azokra gondol, akik még a földön vannak. János legyen édesanyjának gondviselője. Jézusnak 12 éves kora óta nem hallunk semmit Józsefről, lehet, hogy közben meghalt. Most haldokló anyjáról gondoskodik. Kicsi a száma azoknak a hívőknek, akik hűségesek a földi dolgokban. Könnyen keresztül nézünk szüleinken és a velük szembeni kötelességeinken. Könnyen találunk kifogást és megfeledkezünk az Úrnak LK 16,10 század 12-ben elhangzott szaváról. Jézus szegénysége nem volt ok arra, hogy anyját elhanyagolja. Jézus hagyatéka mindenek fölött gazdag volt. Édesanyjának gondviselőt adott, a gyülekezetnek vérét, a juhoknak életét, a katonáknak ruháit, a sírnak testét és az atyának a lelkét adta. Jánosban segítőkészség volt. Szívesen segített vagy szolgált Jézusnak mindenkor. Hogy milyen elégtételt és megnyugvást jelentett Jézus szava számára, mutatja, hogy milyen jól intézte el a feladatot. A szegénység nem lehetett kifogás. Nekünk is lehetnek ilyen kiváltságaink. MT 25,302 ezred. Követendő példák eleckében. Az Úr engedelmes volt a kereszt halálig. F 6,1-23. Az asszonyok és János utolsók voltak a keresztnél. Zsid 10:394. János szeretettel viselte gondját azoknak, akiket szeretett. MT 25,405 ezred. 4. Én Istenem, miért hagytál el engem?
Márk 15,34. A hét szó közül mely Krisztus ajkáról elhangzott a kereszten ez a negyedik? E. Negyedik a középső jelenti szenvedéseinek a mélypontját. A Szentírás csak e. Negyedik szónál mondja, hogy nagy fennszóval kiáltott. A kiáltás lelkének szomorúságáról tesz bizonyságot az elhagyatottság érzéséről. Amikor ostorozták, vagy tövis koszorúval koronázták, szidalmazták, gúnyolták és keresztre feszítették, 1 LK 2:34 és megáldá őket Simeon és mondta Máriának, az ő anyjának, ímé ez vettetett sokaknak, elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül akinek sokan ellene mondanak, LK 2:35, sőt a te lelkedet is általhatja az élestőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. 2 MT 25:30 és a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. 3 F 6:1 ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. F 6:2 tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. 4 Zsid 10:39 de mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. 5 MT 25:40 és felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. 8. Nem panaszkodott, mert az atya vele volt, de most, amikor a háromszor szent Isten előtt mint elítélt áll, amikor a sötétben Istentől elhagyatva volt, ekkor érezte a lélek kimondhatatlan fajdalmát, az egyedül létet a sötétségben a bűnökért a büntetést. Miért hagytál el engem? Kiált fel az Úr, talán nem mindig teljesítette az atya akaratát. Ilyen 8,291 ezred, az atya két ízben tett bizonyságot mindenki előtt. Ez az én szerelmes fiam. MT 3,17 század. 17,5 tized, MK 1,11 század, LK 3,22 század, 2 Pét 1,17 század. Még a Gecsemánéban is röviddel ezelőtt azt mondta, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te, hogy a tanítványok elhagyták és megbotránkoztak benne azon. Nem csodálkozott, mert ezt előre megmondta. MT 26,31 század. De miért hagytál el te engem? Volt a fiú szomorú panasza. Ha e kérdésre felelni akarunk, akkor a feleletet a Szentírásban kell keresnünk. Itt szó szerint vehetjük a Szentírás szavait. Old le saruidat lábadról, mert a hely, melyen állsz, Szentföld. 2 Mózes 3,5. Hogy az Úr egyedül maradt, ennek többféle oka van, de a válaszban csak a legfontosabbakra szorítkozom. Egyedül maradt, mert a Golgotán ő volt a váltságdíjértünk. 1 Tim 2,62 század. Mi mindnyájan foglyok voltunk Sátán foglyai, akiket megkötözött a sötétség láncával, mint egykor Izraelt. Fáraó. 2 Mózes 5,2. De Jézus engesztelő áldozatot hozott, s váltságdíjat fizetett. És 53,113 ezred. Átokká lévén érettünk. Gal 3,13 század. A három órás sötétség és a rettenetes felkiáltás mutatja az értünk fizetett árat. Isten elfordult fiától, mert tisztábbak szemei, hogy sem nézhetnék a gonoszt. Hab 1,13 század. Jézus szeretetből fizette ki az utolsó fillérig az ember tartozását. Ilyen lesz az elveszettek kiáltása is, akik majd sötétségben jajgatás és fogcsikorgatás közt élnek. 2 Pés 1,9, jel 20,12 század, MK 16,16 század. Elhagyatottság és szomorúság lesz annak a sorsa, aki e drága váltságdíjat nem fogadta el, mert engesztelő áldozat lett értünk. 1 Jén 2,2, 4,10 század, 2 Kor 5,21 század, a paradicsom kapujában a kerubok és a villogó pallós lángja rámutat arra, hogy a bűn hová juttatta az embert, távol Istentől. A templom kárpitja jelképezte, hogy tilos volt a belépés a szentek szentjébe. Ennek szeplőtelen tisztaságát mutatja az, hogy a szeráfokorcájukat eltakarták Isten szentsége előtt, és 6,2. Isten szentsége és igazsága csak egy kijelentést ismer a bűnössel szemben.
Távozzatok tőlem, MT 25,414 ezred. De itt a bárányál helyt értünk és kiengesztelést szerez az Isten és ember között. Itt az Úr bűneinkkel megterhelve találkozik a háromszor szent Istennel és elszenvedi a bűnzsoldját, a halált. Róm 6,23 század. Mert Jézus szeretetből életét adta értünk, ilyen 15,135 ezred. Jézus szeretetből fakadó cselekedeteik mindig jó hatással vannak reánk. Megcsodáljuk, amint pusztán szeretetből megkeresi és hazaviszi az eltévedteket. Megcsodáljuk azt a szeretetet, mely a bűnösökért eltűrte a népvéneitől a megvetést, mely azokat, akiket az emberek eltaszítottak, akik mélyre süllyedtek, mint a Samária belinő vagy a LK 7,37 században említett asszony megmentett. Megcsodáljuk, ahogy szereti övéit. Ilyen 13,1, 11,5 és különösen, hogy elmondhatjuk Pállal, aki szeretett engem. Gal 2,20 század. Itt a sötétség órájában áll szeretetének csúcspontján. Miattunk élte át az Istentől való rettenetes elhagyatottságot, melyet nem ő, hanem mi érdemeltünk volna. Minden hullám összecsap felette. Zsolt 42,8. Ez volt az a rettenetes óra, melyről már előzőleg megemlékezett. Most az én lelkem háborog. Ilyen 12,27 század. Saját kárára esküdött, de nem bánta meg. Zsolt 15,4 és megfizette azt, amivel nem tartozott. Zsolt 69,5. Mert az írásnak be kellett teljesednie. A Zsoltár 22,2 verse jövendőlés arra nézve, hogy eljön az idő, amikor az Úr elhagyatva érzi magát Istentől. Itt látjuk ennek a beteljesedését. Jézus azért jött, hogy az írás beteljesedjen. MT 5,17 század, LK 24,44 század. Ebből következik, hogy a Szentírás nem csak ígéreteiben értékes, hanem a mondottak komolyságára való tekintettel is minden részletében helytálló. 1 Ilyen 8:29 és aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. 2 Tim 2:6 aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanú bizonysága maga idejében. 3 és 53:11 mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismeretével igaz szolgám sokakat. Megigazít és vétkeiket ő viseli. 4 MT 25:41 akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. 5 Ilyen 15:13 nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. 9. Mert megsemmisítette a halált. 2 Tim 1,101 ezred. Zsid 2,142 ezred. Még a halál félelem rabszolgái maradtunk volna. Zsid 2,153 ezred, ha az Úr a halált meg nem semmisíti. Azóta a halál a jövő számára csak elválás, egy búcsúzás, mert Krisztushoz megy. Fil 1,21 század 23. Ez a halál többé nem jelenti azt, hogy a kárhozatban kell maradnunk. Zsolt 16,104 ezred. Helyettünk érezte Jézus a halál és az Istentől való elhagyatottság fájdalmát és engedelmessége által megtanulta megismerni azok sorsát, akik őt elutasítják. 5. Szomjúhozom. János 1,28 század 25:30. Milyen különösen hangzik, hogy aki a Samária belinőnek azt mondta, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Most maga kiállt, szomjúhozom, aki a sziklából vizet fakasztott, egykor 10,4, aki a szomjúhozókat magához hívta, ilyen 7,37 század, maga kiáltja most, szomjúhozom, a szomjúság volt az Úr Jézus utolsó fájdalma, mert nem sokára elhangzott a nagy győzelem kiáltás, elvégeztetett. Jézus még a kereszten is önzetlen volt. Első szavában az ellenségei, a másodikban a kereső bűnös, a harmadikban az övé és a negyedikben az Isten iránti nagy szeretete jut kifejezésre. Ez az első eset, hogy magára gondol, ő nem csak tanította, hanem élte is, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát.
MT 6,33 század. Mint Sámson, ő is csak a győzelem után érezte, hogy szomjazik. Bír 15,14 század 19. Jézus is olyan ember volt, mint mi. A pászka az utolsó vacsorától kezdve nem evett. Gondoljuk meg, hogy e 24 óra alatt mennyi mindent élt át. Gondoljunk a súlyos harcra a Gecsemánéban, ahol vért izzadt, a véres hátára, a tövis koronára, a vérveszteségre, a keresztre feszítésnél, a naphevére, a seblázra és végül a kimondhatatlan benső gyötrelmekre. Pél 17-22b. A minden forrás teremtője kicserepesedett ajakkal függ a kereszten, és így kiállt: szomjúhozom, a szenvedésről szóló proféciák beteljesedtek, csak egy hiányzott még, hogy szomjúságát enyhítse az ecettel való megkínálás. E szomjúság a 69. Zsoltárban is, mint utolsó szenvedése van megemlítve. Jézus halálában is a Szentírás szavait töltötte be. A 69. Zsoltár 21. verséig már minden beteljesedett, csak a 22. vers várt még beteljesedésre. Mikor ez is megtörtént, akkor kiáltotta: elvégeztetett, ő az, aki az első Zsoltár szavai szerint élt, éjjel-nappal törvényéről gondolkodott. Isten utáni szomjúságát az Úr az előbb elhangzott szavakkal bizonyította: én, Istenem, az Isten dicsőítése és üttervének teljesítése volt szívének vágya. Zsolt 42. Minthogy tápláléka is az volt, hogy annak akaratát teljesítse, aki őt küldte, úgy a szomjúsága is szomjúhozott, hogy Isten akaratát, igéjét teljesítse. A sötétség 3 órára elválasztotta Istentől, s most annál szomjasabb volt. Nagy volt a vágya Istennel lenni. Aki Isten után szomjúhozik, az ugyanúgy szomjúhozik. Embertársai után is hasonló szomjúság kínoszta, mint annak idején a Samária belinővel való találkozáskor, akinek azt mondta: ad innom, ilyen 4,7, de arra gondolt, hogy adja át neki szívét. A világ szomjúhozik, ezért hajszolja az örömöket és az élvezeteket, s elfelejti, hogy csak Jézus az egyedüli, aki megszüntetheti a szomjúságot. Jézus szomjúhozik szeretetünk és odaadásunk után. Jézus azt kéri, oltsuk szomjúságát. Ezért írta Pál apostol Filemonnak: bizonyára testvérem, jó téteményt várnék tőled az Úrban. Filem 20. Legyünk mi is készek azonnal, mint Dávid katonái, akik a 1-2 Tim 1-10 megjelentetett, pedig most a mi megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által. 2 Zsid 2.14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon tudniillik az ördögöt. 3 Zsid 2.15. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának. 4 Zsolt 16.10. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 10. Legbátrabb cselekedetre is készek voltak azonnal, hogy királyuk szomját enyhítsék. 2 Sám 23,15 század 17. Törjünk keresztül mi is a gátak sokaságán, a közömbösségen, és menjünk a betlehemi kúthoz, merítsünk onnan, hogy enyhítsük királyunk szomjúságát. Bár csak minket is gyötörne az utána és az elveszett lelkek utáni szomjúság. A szomjúság általános emberi érzés. A szerencse, a pénz, a könnyű szórakozás, a túlzott sport, stb. Után való futás és törtetés, vagy a külsőséges Jézus nélküli vallásos életben elmerülőknek is a ilyen 4,13 században olvasható mondattal felelünk: aki ebből a vízből iszik, az újra megszomjazik. Csak az, aki itt kiáltotta szomjúhozom, ismeri és tudja ezt a szomjúságot enyhíteni, és enyhíti is. Ilyen 4,141 ezred. Aki a szomjúságot adta, az meg is tudja szüntetni. Zsolt 42. MT 5,6. 11,28 század. Jöjj és így áll. Lukács 16,24 században azt olvassuk, hogy a szomjúság az elveszettek gyötrelme, de az Úr, aki így kiáltott szomjúhozom, megszabadított ettől a gyötrelemtől. 6. Elvégeztetett. János 1,30 század.
Hat nap alatt teremtette Isten az eget, a földet és az embert. A kereszten elhangzott hatodik szó azt jelenti, hogy a megváltás műve befejeződött. Örömújjongás volt a mennyben, félelem és rettegés az alvilágban, mert megtört és elvétetett a sátán hatalma. Amit Ádám elvesztett engedetlenségével, azt az Úr visszanyerte engedelmességével. Az Úr ezzel az egy szóval többet mond, mint az ókor összes bölcsei. Figyeljük meg, mi volt az, amit elvégzett. Kibékített az atyával egy ilyen 4,102 ezred, LK 19,103 ezred, Zsitt 10,5 104. Amit eddig az áldozatok sokasága nem tudott megszerezni, azt ő véghez vitte áldozatával. Az ő vérének más az ereje és a hatása, mint Ábel vérének. Nála nagyobb a biztonság, mint Noé bárkájában. Az a víz, mely oldalából folyik, jobban csillapítja a szomjúságot, mint az a víz, mely a pusztában a sziklából folyt. Mindezért nem kell mást tenni, mint örömmel elfogadni a megváltást. A Krisztus áldozatára vonatkozó ószövetségi jövendőlések már beteljesedtek. Csak egy-két dolog hiányzott. Lelkének kibocsátása, Zsolt 31,5-6 oldalának felnyitása. Zak 12,1 század csontjainak meg nem törése, Zsolt 22,17 század és a gazdagok mellé jutás. Kínos halál után és 53,9 század. Különben már minden beteljesedett. A bárányt Isten eleve elrendelése szerint megölték, 1 Pét 1,19 század 20, Jel 13,8 század. A jövendő dolgok előképei és árnyai benne beteljesedtek. Nincs többé szükség arra, hogy magam segítségét keressem, hogy megjavítsam önmagam, hogy iparkodjam erőmön felül. Cselekedni, az embernek csak hinnie kell abban, hogy Krisztus áldozata elég. Feltekinthetünk az atyához és mondhatjuk, elvégeztetett minden, hogy üdvözüljek. A pohár LK 22,425 ezred, a keresztség, melytől igen szorongattatott, elmúlt. LK 12,506 ezred. Nyelv nem tudja kimondani és toll nem tudja leírni azt, amennyit. Egy ilyen 4,14, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. 2:1-4:10, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. 3 LK 19:10, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. 4 Zsid 10:5, azért a világba bejövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem, Zsid 16, égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, Zsid 17, akkor mondám, íme itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat, Zsid 18, fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek, Zsid 19, ekkor ezt mondotta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, Zsid 10:10, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. 5 LK 22:42, mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. 6 LK 12:50, de keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, és melyigen szorongattatom, míg len, az elvégeztetik. 11. Értünk szenvedett. Teste lelke a kínpadra volt feszítve. Az Úr többször említette ezt. Az órát, ilyen 2,4, 3,14, MT 16,21, LK 9,31, aki elment mellette láthatta szenvedését. Isír 1,12, most már ez is elmúlt, a bűnös kezektől nem kell többé szenvednie, Isten végzése beteljesedett, Abcsel 2,23, Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt, MT 5,171 ezred, s a kereszten a törvény megszegőiért szenvedett,
Átokká lett értünk, s megváltott a törvény átkától. Gal 3,13 század, Róm 10,4 tized, 6,14 század, szívünk tiszta a gonosz lelki ismerettől, Zsitt 10,22 század, mert Isten követelését Jézus kifizette. Isten a törvény betartását követelte, és Jézus, mint helyettesünk engedelmeskedett Istennek és teljesítette helyettünk. Jézus új helyzetet teremtett Isten és ember között. A sátán ma már legyőzött ellenség, ilyen 12,312 ezred, Zsitt 2,143 ezred, és mi szabadok vagyunk, Kol 1,134 ezred. Hittel ellentállhatunk a sátánnak, Jak 4,75 század. Ha Krisztus ismét megjelenik, megkötözi a sátánt, és a tüzes tóba veti, Jel 20,10 század. Minden hívő tudja, hogy Krisztus legyőzte a sátánt, s ha bűnünk még olyan hatalmas is nem, félünk, mert hiszünk a megmentő vérében. Még van bennünk bűn, de nem rajtunk, 1 Pét 2,24 század. Bűnünk ő rajta van, s ennek bizonyíték a feltámadása, Róm 4,25 század. A feltámadásban Isten bebizonyította, hogy az áldozatot elfogadta. Hogy Krisztus elfoglalta helyét az Isten jobbján, bizonyítja, hogy megtisztulásunk érvényes, Zsid 1,3 tized. Pünkösdennek látható bizonyítéka. Pünköstkor dicsőült meg, aki feltámadt a Szentlélek által. A kereszt halállal megnyílt az út az Atyához. Jézus visszatért és élvezte az Atya örömét, és 53,11 század, Zsolt 16,11 század. De az az öröm a miénk is, mert mikor mindent elvégzett, abban a pillanatban megnyílt számunkra is az atyai házba vezető út. Zsitt 10,22 század. Szenvedéseinek első gyümölcse a Lator volt, aki ebben a dicsőségben már részt vett. Mindenkinek, aki mint a Lator hisző benne, szabad bemenetele van az atyához, mert ő mindent elvégzett. 7. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Lukács 23,46 század. A sötétség elmúlt, a bűnökért való áldozat megtörtént, és a kiengesztelés befejeződött. Miután az Úr mindent elvégzett, hazament. Örömmel néz ismét az Atya szemébe. Isten felmagasztalta Jézust, mert alázatos és engedelmes volt a halálig. Jézus életét és halálát vizsgálva mindenhol tökéletességet látunk. Hogy a kereszten 7 szava hangzott el, nem kevesebb és nem több, bizonyítja isteni tökéletességét, s hogy ez a 7 szó 7 ígéretnek a beteljesedése igazolja, megerősíti e tényt. Az első szó, Atyám bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és 53,126 ezred versének a beteljesedése, mint főpásztor könyörög mindenkiért. Ez szeretetének legszebb megnyilatkozása. A második szó, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, MT 1,21 századnek a beteljesedése, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből, elveszi népének bűneit, mint király mindenkinek kegyelmet ad. A harmadik szó, asszonyim, hol a te fiad, LK 2,35 században Simeon proféciájának a beteljesedése, gondoskodik anyjáról, gondoskodik, mint egy családapa szeretete. Nem feledkezik meg senkiről sem. 1 MT 5:17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. 2 Ilyen 12:31. Most van-e világ kárhoztatása? Most vettetik ki-e világ fejedelme? 3 Zsid 2:14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnillik az ördögöt. 4 Kol 1:13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és által vitt az ő szerelmes fiának országába. 5 Jak 4:7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. 6 és 53:12. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá és a bűnösökért imádkozott. 12.
A negyedik szó. Én Istenem, miért hagytál el engem? A 21. Zsoltár. Második versének proféciája. Az ötödik szót. Szomjúhozom, megtaláljuk a 69. Zsoltár 22. versében. A hatodik szó. Elvégeztetett, igazolja a 22. Zsoltár 32. versét. A hetedik szót ugyancsak a Zsoltárokban találjuk a 31,6-ban. Tökéletesen áll. Előttünk az ő halálában is. A haldoklók általában már csak susognak, de ő az ő erejének teljességében. Hangosan kiáltott. A munka befejeződött. Leteszi életét, mint ahogy arról. Bizonyságot is tett a JN 10,18-ban. Alázatosan nyújtja oda fejét az atyának. Ugyanabban a pillanatban ezer és ezer pászkabáránynak lehetett hallani a hangját, mert ebben az időben ölték le a pászkabárányt. Minden zsidó családban egy pászkabárány hajtotta fejét a halálba. Az isteni tökéletességnek milyen csodálatos találkozása, a fiú a megváltásárát életet életért az atya kezébe teszi. Ő maga volt az ár. Íme atyám, most a te kezedbe teszem az én életem, és az atya elfogadja. A csodák csodája, túláradó kegyelem, összehasonlíthatatlan szeretet dolgozik ott a javunkra. Értünk ment a halálba. A bűnös először meghal és azután megy az ítéletre. Ő először ment az ítéletre és azután a halálba. Zsid 9,271 ezred. A 12 éves Jézus beszédét a templomban az atyával kezdte LK 2,49 század. Amikor megkezdődtek szenvedései a Gecsemánéban, akkor is így szólt. Atyám, ha akarod, LK 22,42 század, és a kereszten az első és az utolsó szava szintén az atya volt. A kereszten kiejtett két atyám között 6 órai súlyos szenvedés volt. Akit ő atyának nevez, az nekünk is atyánk lett általa, s ez az atya minket is hasonló szeretettel szeret, mint ahogy őt szerette, ilyen 17,23 század. Ő az, aki gondoskodik rólunk a Krisztusban, fil 4,19 század. 6 órán keresztül a bűnösök kezében volt, MT 17,22 század, 26,45 század. Most, hogy mindent elvégzett, átadja magát az atyának, mert nem akar többé szenvedni a bűnösöktől, hanem engedi, hogy az atya felmagasztalja őt. Fil 2,9-11. Egykor a bűnösök kezében volt, de nem sokára a bűnösök lesznek az ő kezében. Egykor azt mondták, elvele feszítsétek meg, de nem sokára ő mondja. Távozzatok tőlem, kezedben vannak a te szenteid. 5 Mósz 33,3 se öröm számunkra is szükséges, mert enélkül semmit sem cselekedhetünk, ilyen 15,5. Ezt mondja Pál is a 2 Tim 1,12 században, mert tudom, kinek hittem és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Abban a pillanatban, mikor Jézus lelkét az atya kezébe tette, az atya elfogadtas, ezt csodákkal pecsételte meg. A templomban a kárpit ketté szakadt, MT 27-50-51. A szolgálatot végző papok megijedtek, mikor meglátták. Beláttak a szentek szentjébe és nem haltak meg. Az út nyitva volt, megnyílt a menny felé, Zsid 10,19 század. A válaszfal ledőlt, és mi bemehetünk oda, ahová útnyitóként előre ment Jézus. Zsid 6,19 század 20. A föld megremegett, és a sziklák megrepettek. A kereszten megverték a kősziklát, megütötték, keresztül döfték, és az megnyílt. Az ő oldalából folyik az életvize minden szomjazónak, MT 27,51 század, ilyen 19,34 század. A sírok megnyíltak. A halottak is kivették részüket a bizonyságtételből. Elmondták hozzátartozóiknak Krisztus megváltó munkáját, hogy a halálnak nincs uralma már, mert Krisztus legyőzte azt, MT 27,52 század. Megízlelte mindenkiért a halált, Zsid 2,9. Ha mi is békességben akarunk meghalni, úgy nekünk is szükségünk van az atyára, aki örök biztonság, ilyen 10,29 század, aki megtart minket a világ végezetéig, 1 Pét 1,5. Szembetűnő Jézus lelki nyugalma szenvedéseiben, aki életét az atya kezében tudja, nem fél a gonosztól, még ha a halál árnyékának völgyében is jár. Zsolt 23,4.
Ezt a lelki nyugalmat élvezte a három férfi a tüzes kemencében és Dániel az oroszlánok vermében, aki Jézushoz hasonlóan az atya akaratát cselekszi, és bízik az Úrban, az a legnagyobb szenvedésben is részese lesz ennek a nyugalomnak. Örömmel mondjuk el akkor a zsoltáríróval a dicséretet. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy. Ó Isten mindörökké, Zsolt 73,26 század, 1 zsid, 9-27, és miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet. Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Dex 2.7, csak ingyenesen módosítás nélkül terjeszthető, készült az Informatika a látássérültekért alapítvány és a BMTMIT összefogásával a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért NKFT támogatásával.